Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na sziasztok gyerekek, itt vagyunk a következő City Car Driving videónkban. Ugye a múltkori részben kinyitottuk a Driving School Student-ből a novice akármit. Úgyhogy, yard driving, here we go. Nagyon kíváncsiak, mi lesz ebből. Azt megtanultuk az előző részből, amit egyébként nem láttatok, akkor itt fönt a kártyán megtalálhatjátok. Itt fönt, igen. Rossz mondatom még. Oké. Így menjünk el a yardhoz. Yard, nem tudom mire gondol egyébként, hogy udvar, rendőrség, őrs. Meglátjuk, kíváncsi ezek. Na, ugye motor indít. Nagyon jó, ez már egy másik autó. Miféle autó ez? Ez valami, hát a jó Isten tudja. Hagyjuk is szerintem a rákba. Legalább kicsit change-eli a játék a dolgot. Oké. Okay. Kézifék, kiengedjük. Megnézem már, hogy... Jó, ebből el fogunk férni. Várjál már, nincsen GPS. Aha, várjál, elfér az autó? Jó, elférek. Is, jó, oké. Okay. Na, hova menjek? Ugye most ez egy jó kérdés lesz, hogy hova megyek én. Wear your seatbelt. Ó, bocsánat. És már is három hibapont. Már is három hibaponttal kezdünk. Hogy kell innen kimenni, bazzeg? Bakker. Jó, nem baj. Megoldjuk. Figyelj, ide berakjuk az autót. Úgy. Egyes, aztán elindulunk. Akkor arra. Igen, de ez nem... Az a gyalogos. Comply with the speed limit. Jó, hát ez... Hover! Itt te miért jöttél le elém, bazzeg, és ha elütlek, akkor mi van? Úristen, gyerekek, várj, yardra, hogy megyek ki a yardra? Most tudom, merre kell menni? Mit elmünk balra, mondjuk? Fogalmam nincs, hogy merre kell... Nézd meg, már megint! Bazzeg, megőrlök ezektől! Komolyan mondok, nem féltik az életüket egy percig sem. Comply with the speed limit, oké. Okay. Itt nem tudok kimenni, figyeld meg. De ki tudok menni? Nem tudok kimenni, ki tudok menni? Dehogy tudok, az is le fog lépni, fogadjunk. Úristen, hogy mész, ember? Nagyon para. Jó, itt mi van? Gyerek, nem tudok kijutni erről a hat lakótelepről, mi a picsa van már? Jaj. Ház van mindenhol. Vagy drive the yard, hogy itt akkor csak autókáznom kell itt az udvaron? Erre gondol? I got no clue. Oké. Okay. A gazella van itt, csezd meg. Amúgy van gazella játékban, gyerekek. Aha, szóval, hogy ez itt most egy izé. Ó, baszki. Don't pull over the roadway. Jó, van, majd én azt eldöntöm, jó, hogy mit csinálok, mert fel kell forduljak valahogy. Jó, nyugodjál meg! Nem lesz ebből baj. Micsoda gazella kajak, én zöld. Oké, össze-vissza váltok, semmi probléma. Gyerekek, nem tudom, hova kell mennem. Speed limit, nem tudom mennyi, 30-as itt a környéken? Menjünk itt jobbra. Úristen, gyereket, el se férek itt. Hát... Én vagyok a béna, valószínűleg én vagyok a béna, de fogalmam nincs, hova kell mennem. Nem baj. Meg lesz az. Hopp, kicsit kiraktam üresbe, semmi baj. Erről indultunk, nem? Várjál már, ez itt hogy van? Érdekesen álltak azok oda oldalra, akkor a helyet hagytak, mint a szar. Na, figyelj, itt balra már mentem egyszer, ugye? Na, arra voltam, én úgy gondolom. Jó, nem indexeltem, de... Öngyilkos merénylők! Arra nem lehet menni. Én nem vágom, mi van. Oké, you've pulled off the road. You may try again, start again. Drive out of the yard. Vezessek ki az udvarról. Nagyon király lenne, hogy tudnám merre kivezetni az udvarról, ugye? Igen, az a zsák utca arra. Arra nem lehet menni, ez biztos. Turn signal not used. Jó van, elnézést. Itt balra voltam már. Egyenesen is voltam már. Nem vágom, mi van. Ezek a parkolások? Nézd már! Aha. Na, fia, erre nem lehet jönni, ugye? Akkor ezt megbeszéltük már a múltkor is.
Ne aggódj, nem fogok oda leállni, csak megfordulok, mert... Csesztétek, magyarázz nekem, hogy merre, mi merre van. Jó, hát itt jobbra... Elmenni nem lehet szerintem. Ez... Akkor itt elmint jobbra. Mit szólsz? De erre már voltam. Fú, bazzeg. Nem egyszerű. Na, itt vannak ezek a viaszbábuk, nagyon jó. Gyakorlatilag azok. Jó. Figyelj, itt elmegyek akkor balra. Hát nagyon más lehetsége nincsen. Ez az, ahol nagyon hülyén állnak az autók, ugye? És akkor nem mertem ide bejönni amúgy, de szerintem ide kell bejönni. A by the way. Komolyan mondom. Centizgetni. Tanulj meg centizgetni, hülye gyerek. Én megtanulok centizgetni, erre nem mertem eljönni, erre azt mondom, ez le van zárva itt direkt. De hogy álltak ezek be? Budapest ehhez képest leányálom, komolyan mondom. És most tényleg komolyan mondom. Ezek. Elmegy az ott. Itt jobbra? Nem lehet jobbra menni, jó? Nézd meg ezt a parkolást, most komolyan nézd meg. Hihetetlenek, bazd meg, komolyan mondom. Nem baj. Neki melyek az ő bajuk. Szerintem erre kellett volna jönni, van egy ilyen érzésem. Ez volt a nagy csavar benne, hogy tanulj meg gyökerek között vezetni, ugye? Lassan már, csak kijutok erről a helyről. Hopp, ott. Hopp, itt egy kátyú, nagyon jó. Az, aha, oké. Okay. Aha, és ott ki is tudok menni, ugye? Jaj, jönnek várj eszemből. Jó, lemegyek az út oldalra. De várj, ez még mindig nem az, csezd meg. Szembe jönnek? Ez jó. Ó, nem jön senki. Nem húzodok félre, chill. Nem tudom, hova megyek, megmondom. Tök őszintén a frankót, fogalmam sincs, hova megyek. X5-ös. Az lesz a miénk szerintem. Hopp. Ez lesz a miénk. Aha. Itt jobbra megyünk. Ó, és kim vagyok te, jó Isten gyerekek, ez mi volt? Jaj, járda, udvar vezetés, vagy hát ilyen, nem tudom, lakópark, parkoló. De meg nem próbálom még egyszer, mi a harmadik izé? Hát kevesebb, mint 3 perc alatt jussál ki. Az mondjuk nice. Road signs and traffic lights monitoring. Ujja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 j, mi lehet az, te jó Isten, nézzük meg. Home Edition amúgy. Azt hiszem, City Car Driving Home Edition. Milyen lehet, van ilyen izé, ilyen Education Edition, hogy akkor ez lenne sem izé? Oktató mód meg, mint nem? Simán belelátom egyébként a dologban. De régen volt ez oktató mód, mert olyan dolgok vannak benne egyébként, hogy így wow. Úristen! Kéne a fényt beállítani. Nem tudom, melyikre raktam ki a fényt, gyerekek. Ezt most megnézem már, mert nem vágom. Headlights. Parking lights and headlights. Az melyik az a gomb? Berakom erre. Oké. Okay. Na, akkor azt mondom, hogy... Aha, hogy esik az eső. Remek! Akartam kérni. Júj, est még nem vezettem ebbe a játékba. Jó. Behőz, igen. Kell egy ablaktörlő. Gyorsabb módba kéne az ablaktörlő nekem, köszönöm. Ú, az mi? Micsoda izéje van? Várjál. Aha, parking. Várjál, már ez egy automata autó akar lenni. Az nagyon jó. Press the brake pedal. Aha! Az is le van modellezve, bazdmeg, beszarsz, hogy a féket kell nyomni, hogyha automata váltós autó vagy, és úgy kell berakni D-be. Berakom D-be, felengedem a féket, akkor elindul az autó. Nagyon jó, hát ez nagyon jó meg van csinálva, na jó. You started to drive with your left turn signal. Oh, ja, igen, elvileg minden indulásnál ugye indexelni kellene. Hát akkor elmegyünk itt jobbra. Milyen autóval megyünk amúgy, azt még elfejtettem megnézni, by the way. Mi ez? Mi akar ez lenni? Hát én nem tudom. Ja, ez automata, jó, akkor nem kell váltanom se. Zsír!
És mi az elképzelés? Egyébként csak menjek és kész. Jó, elvileg valami traffic signs, mit tudom én, milyen lámpa monitoring van, úgyhogy... Fú, bazd meg. Jaj. Ja, ez is megy balra, jó. Nagyon jó. Pillanatra megijedtem, hogy ez nem megy balra, de megy balra. Aha, ezt most jól elbasztam. Semmi baj. Kamerát lehet, hogy... kirakom, mert nem látom a lámpát. Pont kitakarom, tehát, hogy így nem tudok mit csinálni vele. Na gyerekek, hát... alakul. Alakul a dolog. Az a helyzet. Felrakom már semleges, mi ne guruljon az autó, nekem féket nyomnom. Ami elvileg egyébként nem a legjobb megoldás. Ilyenkor mindig azt kell csinálni, hogy direct bemaradsz, és akkor... És akkor küldöd neki. Na? Egyszer csak elindulunk. Aha, jó, oké. Visszakérjük a belső kamerát. Ezt nagy ívbe kell venni, ugye, mert jönnek balra. Hopp, az ott valamit művelt, nem tudom mit. Semmi probléma. Jó. Nem ugrik vissza, azt elfelejtettem szerintem beállítani, hogyha így kanyarodsz, akkor nem ugrik vissza az index. Szóval ez ilyen fura. De semmi probléma. Na. Egyszer csak elérjük a célunkat, bár nem tudom hol megyek, még ez két mérföldre van, azt tudja, jó. Szerintem csak annyi, hogy figyeli a játék, hogy mennyire ismerem a táblákat. Right turn, már megint ez a jobbra indexelés neki, hogy amikor bemegyek a körforgalomba, hihetetlen egyébként. Az a baj, tehát nyilvánvalóan tudom, hogy kéri a játék. Kérdeztek, hogy Isti, akkor miért nem teljesítem, amit kér a játék? Azért nem teljesítem, amit kér a játék, mert megszokom, az a baj, nem akarom megszokni sem. Várjál. Na, tüsszentenem kéne, de nem jön ki. Ó, de rossz. És ilyenkor olyan megkönnyebbülés lenne tüsszenteni, hogy menjünk már 50-nel egyébként, mit szarakodunk. 50-nel még szabad menni. Turn left. Oké. Okay. Nyilván, hogy esős az idő, tehát a féktáv az megnőtt. De... Nem, 40. Jó. 40-nel megyünk. Leftet mondott, ugye? 100 méter turn left, ha? Hopps. Le kellett volna lassítani egy kicsikét. Nem igazán érdekelte. Tehát azért mondom, hogy érdekes egyébként nagyon a játék, tehát hogy... Van, amit neked bevág hibának, van, amit pedig nem. Úgy alapból 30-ra kellett volna csökkentenem a sebességet vasúti átjárónál, ha jól emlékszem. Ez nem történt meg, és leszart a játék, szóval, hogy furcsa egy kicsikét. Viszont az neki nagyon fontos, hogy jobbra indexel, amikor bemész a körforgalomba. Az neki nagyon csutka fontosságú, az nagyon durva. Figyelj, még csak 6-ot hibáztunk eddig, ami szerintem teljesen korrekt. Nyilván azon a legkorrektek, hopp, az még rózsaszín volt. Sőt, zöld volt lényegében. Oké. Okay. Complete 5 speed limit. Oké, okay, baby. 20-as. Nem jön senki. Ugye a... Az a gyalogátkelő hely, te? Ilyenkor ugye a sebesség limitálás addig tart, amíg a következő tábla azt nem oldja, vagy nem módosítja, mint például most 60-ra. Vagy pedig, hogyha... út becsatlakozás történik, akkor az szintén oldja. És olyankor ugye föloldja, ugye akkor jön az, ami alapból is érvényes. Tehát lakott területen ugye 50, területen kívül 90, autópályán, autóúton 110, autópályán 130. Itt jobbra fogunk menni, elhagyjuk a főútvonalat. Elég erőteljesen kell nekünk... Ja, direct, jó. Elfejtettem egy pillanat, hogy automatába ülök. Erőteljesen kell nekünk... elsőséget adni, és egyből vissza is fogunk fordulni. Nem jön senki, nagyszerű. Ugye? Jó. Itt akar visszafolytani, jó. Kicsit érdekesen csinálom a dolgot. Figyelj, és akkor itt nagyon fontos, hogy jobbról. Jaj, várj, rosszat nyomok. Nem jön senki, jó. Csumázzuk meg neki. Oké, okay, baby. Kimegyek jobbra.
Most nem tudom mennyi a sebes határ, 50-nel fogok menni. Biztos, ami ziher. Szóval én azt mondom által, hogyha nem tudjátok mi a sebesség határ, akkor egy ilyen 40-50-et menjetek. Tehát hogyha 30 az... Tehát a 30 az általában nagyon... Hát az is tudás, hogy megindokolt szokott lenni, de azért az esetek többségében indokolt az a 30. Tehát azért fölfogja az ember, hogy nem kéne 50-nel veretni neki. Tehát hogyha az a szituáció, hogy 50-nel se tudod, tehát belátod azt, hogy 50-nel sem érdemes veretni neki, akkor az már, akkor érthető, hogy az már izé... Az már nem a legjobb. Itt a külső sávot kellett volna választanom, semmi probléma. Olyan fura ez a... Jaj, ú, de szar, nem látok semmit, hallod? Ennyit tudok balra nézni. Most ilyen lutrira fog menni a dolog. Jó, senki nem jön. Note, turn right the next intersection. I'm doing that. Gyerekek, megfordultunk már párszor a játékban, és még mindig nem hibáztunk azóta. Tehát még mindig 6 hibánk van csak. Tök jó! Én azt mondom, hogy tök jó. Igen, itt szerintem azt nézi a játék, hogy a táblákat mennyire ismered, ugye... Tudod-e, mit kell csinálni? Úgy, hogy ő nem írja, hogy mit kell csinálni, ugye? Főútvonalon vagyok, tehát elsőbséget kell adniuk balról, így van, és jobbról is valószínűleg. Így jó. Tehát nem volt... ez egy kicsit ronda kanyarodás volt, semmi baj. Tehát nem volt izé... jobbkezes, az a lényeg. Ugye, ja, ebben a játékban egyébként tök jól le lehet modellezni azt, hogy mi hogy működik. Tényleg, ugye elsőbséget kell adni a balról jövőknek. Szóval nem jön senki, ugye? Ilyenkor nem kell megállni. Ugye ez nagyon fontos, hogy a stop tábla az, ahol meg is kell állni. Ahol szintén elsőséget kell adni, de meg is kell álljál, és egy vonalban a táblával. Mert hogyha azt válaszolod egyébként, hogy úgy állsz meg a stop táblán, hogy még kilásd, akkor az szar. A vizsga szempontjából. Viszont való életben úgy állsz meg, hogy túllógsz azon a szaron. Jó, izé, milyen az elsőség, főútvonalon megyünk. Elve meg is fogják adni. Hopp, balra kell majd menni, balra kell majd menni, balra kell majd menni. Jaj, itt a izén fogok átmenni. Igen, ez csúnya volt. Ezt budapestiesen próbáltam megoldani nagyon erősen, de semmi probléma. Na, itt vagyunk újra, most egy kicsit több a hibapontom sajnos. Különböző hülyeségeket írt be a játék nekem hibának amúgy. Már hogy úgy hülyeséget, előbb például volt ilyen, hogy balra kanyarodtam. És ugye úgy kanyarodtam, hogy mondjam, egy párhuzamos közlekedési útra kanyarodtam ki, ugye. És ő azt így úgy vette, hogy én szembejövő forgalomba megyek be. És így mi van? És írta, és az volt a hiba, hogy én a szembejövőbe megyek. Tehát vannak ilyen hülyeségek, mint ilyen hülyén érzékel. Szóval ahogy én itt vezetgetek, így most rájöttem, hogy az eső az nagyon-nagyon jól meg van csinálva egyébként az autó oldalán. A szélvédőn néztek meg, milyen jól néz ki, hogy ott így folyik le, meg az tényleg ügyes, az ügyes, itt ezt most hülyén veszem be, nem baj. Na, úgyhogy mindjárt elérjük azt, ahol elbasztuk a dolgot, azt hiszem az pontosan itt volt. Tehát itt már nagyon figyelni kell, hogy már az elején ugye így kijövök. Oké. És ugye nekünk majd a baloldali sáv fog kelni, én már megyek is be balra. Nagyon aljas a játék egyébként, mert hogy utolsó pillanatban jelzi ezt így nekünk. Így meg csunázhatjuk neki egy olyan 50-nel, 60-nal. Érdekes módon a 60 van belőve neki egyébként. Miért nem mész tesó? Miért engeded el őket? Elsőségünk van. Jaj, mindjárt összemennek valószínűleg, már látom egyébként. Na? Na, német, Deutsch, jó, oké. Okay. Így kell balra menni! Elbasztam majdnem. Jó, még jó, nem figyeltem már megint. Megint a Deutschot néztem. Park on the right side. Így csesztem el, hallod? Komolyan mondom, itt csesztem el a játékot, gyerekek, hihetetlen, de itt basztam el. Értem, már itt voltam a parkolásnál. Hihetetlen. Parking brake, engine, köszönöm. Nem hiszem el, tehát hogy a végénél rontottam el, semmi probléma. De megvan az a lényeg, gyerekek. Jó, utolsó következik, ez pedig a non-stalling. Hát ez a nem lefulladás. Aha, azt mondja, az automatikus kuplung... Ennél a feladatnál nem elérhető. Köszönöm szépen, és akkor azt hogy gondoljátok, hogy nyomjam egy gombom? Vagy mit nyomjak én az a helyet, a kuplunk helyett, öcsém? Tehát, hogy abból mi az, ami tudok nyomni, ami olyan, hogy van egy ilyen útja. Ezen nem tudok mit nyomni, nincs ilyen kontroller izé rajta, semmi. Pedál van, féket nem tudom helyettesíteni, gyerekek, ezt nem tudom megcsinálni valószínűleg. Egy gombot én nem fogok nyomni, mert nem érzem úgy a kuplungot. Most érted, egy gomb, az egy gombnyomás. Értem szerint, pedálnak, ugye kell, hogy útja legyen, hogyha lenne egy kontroller, azon még tudnám nyomni, de most ez hogy, hogy közben nyomom, és közben így szarakodok vele? De gyerekek,
ezt valószínűleg nem fogjuk tudni megcsinálni. Megpróbálok rá kitálni valamiféle megoldást. Hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, hogyha szeretitek, hogy valahogy meglegyen ez a cucc oldva, akkor írjatok rá megoldásokat, hogy hogy lehetne ezt kitalálni vagy megoldani, mert fogalmam nincs ilyen, szóval hogy kéne itt most kuplongolnom ezen a cuccon. Remélem éreztek ezt a videót, gyerekek, tényleg írjátok meg a véleményeteket, leírásban egy csomó linket megtaláltok, Instagramot, Isti Facebookot, Isti Store-t, mindent, amit szeretitek. Köszönjük még egyszer a filmet, lehet, hogy szerbusztok, gyerekek!